Ez a legrégebbi rendezvényük, ugyanis 2009-ben vette át a Pécsváradi önkormányzat a vár üzemeltetését, és azóta minden évben megrendezik a Pécsváradi várlapját, mondta a Gászné Bősz Bernadett szakmai vezető. Ez egy történelmi rendezvény, amelynek a mottója vissza a történelembe. Különböző évszázadokat lehet felfedezni, akár úgy, hogy passzív nézőként, mondjuk egy páncélos szabadharc a 15. századból, amit a Siklósi Sárkányos lovagrend mutatott be, annak a nézőjeként, vagy pedig aktív résztvevőként fent a Kovács műhelyben, a Ács műhelyben, vagy éppen a kemence mellett lehet egy kicsit dolgozni, és a vége az mindig egy nagy közös szabadharccal zárul, egy nagy történelmi csatával, a minden évszázad képviselteti magát, ez is hagyomány, mint ahogy a kézműves foglalkozások, illetve az egész rendezvényt kísérő várvásár is hagyomány. Reggel indult, a táborveréssel, mert az is elég izgalmas, amikor megérkeznek ide ezek a mindenféle kellékek, és aztán egyszer csak egy lovagi táborra alakulnak, illetve a kemence befűtésébe is volt most az idei alkalom a segítségünk a gyerekek személyében, úgyhogy reggel 8:30-kor kezdtünk, és a szintén hagyomány, hogy a várkarolással ér véget mindig a rendezvény, amikor megpróbáljuk körbefogni a várunkat, hát itt a belső udvaron, ezzel is kifejezve azt, hogy szeretjük és a magunkénak érezzük. A Siklósi Hagyományőrző Egyesületen belül működik két szakosztály. Az egyik a lovas, a másik a gyalogos szakosztály. Ők a Siklósi Sárkányos Lovagrend. A várnapján páncélos szabadharcot vívtak a közönség nagy örömére. Tagjaiknak katonai hagyományőrzős múltja van. Minden évben vendégei, szereplői a várnapja rendezvénynek. Bennünk gyerekkor óta már ez megvan, vonzódás így a középkor felé. Tehát ezt megelőzően más csapatokban is, vagy más korszakban is kipróbáltuk magunkat. Régen például vikingeztünk is, volt, aki végvári katonákat személyesített, vagy jelenített meg. És igazából 2009-től kezdtünk ráállni erre a késő középkorra, tehát nagyjából a 15. századnak az első fele, és akkor utána egy picit feljebb léptünk, és nagyjából most Mátyás haláláig, sőt, még egy picit túl úgy második Ulászlóig, 1500-ig bezárólag vannak eszközeink, viseleteink, fegyvereink, páncélzataink, és a páncélok mellett ugye életmódrekonstrukcióval is foglalkozunk. Most az utóbbi időben kicsit jobban ráfeküdtünk arra, hogy milyen ételeket használtak. Párat elkezdtünk mi is elkészíteni, még nagyon gyerekcipőbe jár, de ezzel is folyamatosan próbálkozunk. Úgyhogy hát nem mindig harcolunk, valamikor kipróbáljuk a másik oldalát is a dolgoknak, de többnyire inkább a harcászat, ami így összeköt minket. Hivatalosan hetente van edzésünk, mindenki dolgozik mellette, tehát nagyon sok olyan csapattársunk van, aki szombat-vasárnap is dolgozik, és így kicsit nehéz összeegyeztetni néha az edzéseket vagy a rendezvényeket, amikor tudunk adott esetben hétköznap este, munka után jó fáradtan összejövünk kicsit gyakorolni, tehát kell. Ha nem is tudunk összejönni, egyénileg mindenki szokott edzeni, van mindenkinek edzésterve, igazából régóta mindenki sportol valamit, tehát tulajdonképpen megvan a fizikális múltja így a többieknek is. Kell, hiszen a páncélokat el kell bírni, azért a nagy meleget bírni kell, tehát kell egy álló képesség hozzá, illetve küzdősport is, tehát itt azért fegyverekkel harcolunk, ugyanolyan típusú eszközökkel, amit abban az időszakban is használtak, nyilván le van tompítva, tehát nem cél az, hogy megsebesítsük, megöljük a másikat, mert ez végül is csak egy hobbi, de komoly sérüléseket lehet így is összeszedni, hogyha valaki pillanatra nem figyel oda, vagy nincs megfelelő edzettség, tehát nagyon oda kell figyelni egy-egy ilyen bemutatón. A rendezvény már reggel elkezdődött, amikor is tábort vertek, belakták a résztvevők a vár belső udvarát. Ez is mindig izgalmas, hiszen az üres füves terület pár óra alatt történelmi helyszínné változik. Nagyon sok apró esemény van, és ezért mindenki megtalálja a maga számára izgalmas helyszínt, és a teljes várat belakjuk. Ilyenkor minden kiállításunk is látogat. Mindenhova be lehet menni, a kapuban mindenkit úgy indítunk útjára, hogy ami ajtó nyitva van, oda tessék bemenni, mert az ma mindenkire nyitottan vár.
Többek között lovas bemutató, IASZ bemutató, távcsöves megfigyelés is várta a várnapján az érdeklődőket Pécsváradon.